Isten hozott mindenkit, nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit, és nagyon köszönöm Attila meghívását, és valóban mi is innen a környékről, Szirmabesenyőből származunk, Szirmabesenyőben lakunk. Feleségem ugyan Egri, Eger városát. Bocsánat. Jó, köszönöm. Eger városát hagyta ott Borsodért, Miskolcért, azt sokan nem értik, pedig Miskolc egy gyöngyszem, de ezt nehéz elhinni. Szóval nagyon köszönöm a meghívást, és valóban mi is úgy látjuk, hogy ezeknek a botoknak most van itt az összeillesztés. Most van az idő, amikor együtt mozduljunk közösen akár a közösségünkért, a szűkebb, a tágabb közösségünkért, a városért, a megyénkért, a nemzetünkért, és Cilinek van egy tágabb elhívása. Ez pedig szintén Isten népének egy közös ügye. Ez pedig a bibliafordítás. Ez az, amit a Wycliffe Magyarország végez. Misszionáriusokat küld, misszionáriusokat keres, és nekik a munkájukat segíti, hogy elmenjenek és tanítvánnyát tegyenek népeket. Ez Isten népének egy nagy közös feladata. De erről ő szeretne majd beszélni, ezt nem szeretném végig elmondani. Amit én szeretnék elétek hozni, ez valamiért Mikeás próféta könyvével szeretném kezdeni. Mikeás Krisztus előtt 740 és 710 körül élt. Ő egy Ézsaiás korabeli próféta volt. Ő egy vidéki próféta volt, ő Júda kisebb településein, kisebb falvainak a társadalmi problémáira reflektált a könyvében. És fura, hogy egy olyan időszakban élt, amikor Jótám és Áhás és Ezékiás király uralkodott. És Jótámról és Áházról úgy nyilatkozik az ige a végén, hogy nem azt tette, amit jónak lát az Úr. Tehát nagyon sokszor a királyok, a vezetők viselkedése és magatartása az utat mutat a népnek, hogy merre vezeti őket. És sajnos ezek a királyok, ezek a vezetők nem jó felé vitték a népet. És itt felütött a fejét a báványimádás, a szegények elnyomása, a kapzsiság, az üres vallásosság. Nagyon sok olyan dolog ellen profétált Mikeás, ami nem Isten szerinti, nem Isten akarata szerinti. És Isten ítéletét hirdette, és azt, hogy változzanak meg. De a legvége az, ami engem megérintett és megfogott, és nagyon egybecseng azzal, amit a végén mondtál, hogy Mikeás 7:18. Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, és elengedi népe maradékának büntetését. Nem tartja meg haragját örökké, mert abban telik kedve, hogy kegyelmet ad. Újra irgalmas lesz hozzánk, eltapossa bűneinket, a tenger mélyére dobja minden vétkünket. Hűségesen bánsz Jákobbal, kegyelmesen Ábrahámmal, ahogyan megesküdtél őseinknek a régi időkben. Na, hogy az érckígyó, ahogy Jézus Krisztus, látjátok, hogy már itt Mikeás is Isten irgalmát, kegyelmét és bűnbocsánatát hirdeti azokban az időkben, amikor a nép teljesen távol volt az ő Istenétől. És ami a szívemhez szólt, hogy hűségesen bánsz Jákobbal és kegyelmesen Ábrahámmal, ahogy megesküdtél őseinknek a régi időkben. Ez a két dolog. Isten kegyelme és Isten hűsége, ami hiszem, hogy állandóan ott kell, hogy legyen az életünkben. Minden egyes pillanatban követ, és minden egyes percben velünk van. És érdekes, hogy Ábrahámnál, akivel a szövetséget kötötte, vele írja, hogy kegyelmesen bánsz Ábrahámmal. Ábrahám az engedelmes hitnek a példája. Amikor ő elindult az édesapjával, az apja kapta az elhívást, de elindultak, elmentek Háránig. És ott Háránban letelepedtek.
És fura módon Tári, az édesapja nem indult tovább az ígéret földje felé. Hanem Ábrahám 75 évesen indult el az Úr hívására. Azt mondta, hogy hagyd el, atyádat hagyd el, a települést, és menj, mert nagy népé teszlek. Isten kegyelmesen bánt vele, ezért az engedelmes hitért, és hogyha megnézzük az egész életét, ahogy elhagyta a házát, ahogy elhagyta apját, ahogy engedelmesen követte Isten parancsait, ahogy fiát feláldozta volna az Istennek. Ebben mind azt az engedelmességet látjuk, ami csodálatra méltó. Az engedelmes hit ma is az, ami Isten kezét megmozdítja. Az, hogyha mi halljuk Isten szavát, és annak engedelmeskedünk. Ha hallgatunk, meghalljuk az ő hangját, ahogy mondtad, hogy felhívjuk a tesóinkat, üzenetet írunk neki, hogyha beállunk a szolgálatba. Ezek mind a hit, az engedelmes hitnek a cselekedetei. És ahogy a Róma levélben olvassuk, mit mondjunk tehát, mit ért el Ábrahám a mi ősatyánk saját erejéből? Ha ugyanis Ábrahám cselekedetekből igazult volna meg, akkor volna mivel dicsekednie, de nem Isten előtt. De mit mond az írás? Hit Ábrahám Istennek, és Isten ezt számította be neki igazságul. Aki fáradozik, annak a bért nem jutalomként számítják, hanem azért, mert tartoznak azzal. Aki pedig nem fáradozik, hanem hisz abban, aki megigazítja az istentelent, annak Isten a hitét számítja be igazságul. Isten nekünk is a hitünket számítja be igazságul. De azok a jó cselekedetek, amiben szeretné Isten, hogy járjunk, azok előre ott vannak elkészítve. És nagyon szerettem azt a témát, hogy Isten a szövetség Istene. Isten mindig is szövetségekben gondolkodott. Az egész emberiség történetét végig kíséri a szövetségekben való gondolkodás. Isten és az ember közötti kapcsolatnak egy jelentős része szövetségekben zajlik. És Ábrahám egy ilyen nagyon fontos szövetségnek Ábrahámmal kötötte meg. És érdekes, hogy addig kegyelemről beszélt. Addig, amíg Ábrahámmal szövetséget nem kötött, addig kegyelemmel bánik Ábrahámmal, de fura módon Jákobbal már a hűséget említi. A szövetségi hűség az a szövetség kötést követően kezdődik. Ez nem tudom, hogy vagyunk az életünkben. Találkoztunk-e már az Úrral, a megváltónkkal? Elfogadtuk-e őt? Onnantól kezdve, ha Jézus Krisztus Úrnak valljuk, ha hisszük, hogy elhordozta a bűneinket, ha hisszük, hogy elhordozta betegségeinket, ha hisszük, hogy értünk ment fel a keresztfára, onnantól vonatkozik ránk a szövetségi hűség, az új szövetségi hűség. És olvassuk számtalan prófétánál egyébként, hogy Isten népe ezt a hűséget nagyon sokszor nem tudta betartani. Nagyon sokszor eltévejedtek. Egy példát csak az Ézsaiásból. De mostantól, ez az Ézsaiás 48.6.11. De mostantól fogva új dolgokat hirdetek neked. Rejtett dolgokat, melyekről még nem tudsz. Most teremtem őket, nem pedig régen. Ezelőtt nem hallottatok róluk, nem mondhatod, hogy tudtál róluk. Nem hallottad, nem is tudtad, sohasem volt nyitva füled. Tudtam én, hogy milyen hűtlen vagy, születésed óta hitszegőnek hívnak. Csak nevemért tűrtem ilyen sokáig. Dicsőségemért fékeztem magam, és nem pusztítottalak el, de megolvasztottalak, mint az ezüstöt a nyomorúság kohójában. Próbára tettelek. Önmagamért cselekszem, hogy engedhetném, hogy gyalázzanak. Tehát látjuk a szövetségi hűségben, hogy Isten népe, Izrael nem azt cselekszi,
amit kell. És hányszor volt, hogy Mózes is kiállt a népért, hogy Uram, ne. De ez Isten hűsége volt már. Az ő nevére megesküdött, hogy ezt a népet választja. És nagyon érdekes, hogy Jákobot ismerjük az útját. Először az elsőszülöttségi jogot, hogy megszerezte. Utána, hogy az apjai áltást hogyan szerezte be. Utána láttuk, hogy elment Lábánhoz, ott sem volt túl egyenes az útja, és utána, hogy hogyan jött vissza onnan. Érdekes, hogy Isten utána újítja meg a szövetséget vele. Amikor visszatér, azt mondja neki az Úr, hogy térj vissza Bételbe. Visszatér Bételbe, és akkor újítja meg a szövetséget újra. És onnantól kezdve Izraelnek nevezi. Ott van egy újjászületés, ott van egy szövetségkötés újra. És a hívők keresztények életében én azt látom, hogy a hűség és a kegyelem az együtt jár. Vannak olyan területek, amelyek a hűség alá tartoznak, és vannak olyan területeink, ami Isten kegyelme alá tartozik. És a Zsoltárok 25:10 írja, az Úrnak minden útja kegyelem és hűség azoknak, akik szövetségét és bizonyságait megtartják. Az Úrnak minden útja kegyelem és hűség. Minden útja kegyelem és hűség, akik a szövetségeit megtartják. Ezért ragaszkodj Isten hűségéhez. És tudjátok, Isten nem ember, nem olyan, mint mi. Nem olyan, mint a népe, hogy ma hű, holnap nem. Hanem Timóteus, 2 Timóteusból olvasok. Igaz beszéd ez. Ha vele együtt haltunk meg, vele együtt fogunk élni is. Ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is. Ha megtagadjuk, ő is megtagad minket. Ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert önmagát nem tagadhatja meg. Isten lénye a hűség. Ő hozzátartozik a hűség. Attól függetlenül, hogy mi hűtlenek vagyunk, ő nem tud hűtlen lenni. Ő életed minden egyes helyzetében hű lesz. Ne engedd, hogy bármi is elbizonytalanítson két dologban. Isten hűségében és Isten kegyelmében. Én azt kérem az Úrtól, hogy ez a kettő kövesse életeteket. Minden egyes pillanatban az ő hűsége és az ő kegyelme. És most így húsvét után nem sokkal. Ez a hűség és ez a kegyelem Jézus Krisztusban. Benne testesül meg a legtökéletesebben. Isten hűsége, Isten kegyelme. Ő az, aki felvitte a bűneinket a keresztre, aki vállalta az egész földi szolgálatot, vállalta a szenvedéseket, a kereszthalált. Azt, hogy alászállt a poklokra, és azt, hogy feltámadott. Mérettünk tette. És van egy pillanat, amikor az atya elfordult tőle. Van egy pillanat, de azt tudjátok, a mi vétkeink és a mi bűneink miatt fordult el a fiútól. Mekkora hűség, mekkora szeretet és mekkora kegyelem ez. És Isten hűsége valamilyen szinten hűséget vár el. Igaz, hogyha mi hűtlenek maradunk, ő akkor is hű marad. De az ige mondja, hogy a sáfáraktól elvárattatik a hűség. Mi Isten sáfárai vagyunk. Mindannyian, Isten népe, Isten papjai, a Szent Szellem templomai, elvárattatik a hűség. Én szeretném, hogyha megvizsgálnánk magunkat, hogy azokon a területeken, ahova Isten odaállított, ott mennyire vagyunk hűségesek? Mennyire tudunk hűségesen szolgálni Istennek? Mennyire vagyunk hűségesek a családunk felé?
feleségünk, férjünk felé, gyermekeink felé. Mennyire jellemző ránk a hűség a munkahelyünkön, a gyülekezetünkben, az Isten elhívásában, abban a szolgálatban, ahova beállított. A hűség is egyébként a Szent Szellem gyümölcse. Ezt sem tudjuk magunk teremni. Ezt is a Szent Szellem adja és plántálja belénk, a hűséget. Ez a hűség legyen bennetek minden egyes pillanatban az ő dolgai, az ő ügyei iránt, ahol szövetségben álltok. És még az Úr egyet kért, hogy amit a szívemre helyezett, hogy van egy olyan, hogy hamis hűség. Amikor Saul király Dávid ellen fordult, Jonatán tökéletesen tudta, hogy Dávid a felkent már. Tökéletesen látta, hogy Isten elvette apjától a királyságot. És mégis egy hűség miatt, az apa iránti hűség miatt, ő vele ment a harcba, vele maradt, és hozzá hű maradt. És ez okozta a vesztét. Én szeretném, hogyha megvizsgálnátok ezeket a kapcsolataitokat, megvizsgálnátok a helyzeteiteket, hogy melyek azok, amiben valóban Isten azt mondta, hogy itt hűségesnek kell lenned, és melyek azok, amelyekben nem ő várja el, ami pusztulás felé visz, ami romlás felé visz, amiből azt mondta, hogy ne menj arra, amiben látásod van, hogy más az Úr útja, ahol máshol szeretne már látni. Ezért imádkozom majd, hogy ismerjük fel az ilyen helyzeteket, mert akkor fogjuk tudni elfoglalni az örökségünket, akkor fogunk tudni azon a pályán futni, amit az Úr szánt nekünk. És a szolgálatban való hűség, és az életben való próbák. Mindannyiunknak van olyan időszak, amikor a hűsége próba alá kerül minden területen. De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elveszünk, hanem a hitté, hogy életeket nyerjünk. Tartsatok ki ezekben a próbaidőszakokban. Tartsatok ki, és meglátjátok, hogy eljön a világosság. És még egy Ézsaiás igét szeretnék a végén felolvasni. Tudom, hogy nem a mostani időszakokra vonatkozik, csak a Cili szolgálatában ez egy nagyon kellemes kép. Ez az Ézsaiás 66:18-21. Eljött az ideje, hogy összegyűjtsem a különböző nyelvű népeket. Jöjjenek és lássák dicsőségemet. Fölállítok majd köztük egy jelet, és akik megmenekültek közül, elküldöm azokat a népekhez. Tarziszba, Pútba, Lídba, az íjászokhoz. Tubalhoz és Jávánhoz, a messzi szigetekre, amelyek még nem hallották híremet, és nem látták dicsőségemet. Vigyék hírül dicsőségemet a népeknek. Elhozzák minden honfitársatokat az összes nép közül. Ajándékul az Úrnak. Lovakon, kocsikon és gyaloghintókon, összvéreken és tevéken. Szent hegyemre, Jeruzsálemre, mondja az Úr. Ahogyan Izrael fiai szokták elhozni ajándékukat tiszta edényben az Úrházában. Én pedig ezek közül is választok papokat és lévitákat, mondja az Úr. Isten terve az, hogy minden népet összegyűjtsön, hogy mindenfelé hirdettessék az evangélium, hirdettessék az, hogy Jézusban szabadulásunk van. Isten szíve arra dobban, hogy el ne vesszen. Ez az, ami őt mozgatja, ez az, ami minket mozgat. És egy nagyon biztató ígéret, én pedig ezek közül is választok papokat és lévitákat, mondja az Úr. Amen. Hadd kérjem meg kedves feleségemet, hogy mutassa be a viklék munkáját. Köszönöm szépen. Én is szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Nagy öröm számunkra, hogy itt lehetünk közöttetek, és nem beszéltünk össze, hogy miről fogunk beszélni,
de szerintem összecseng ez az ige, amit pedig én szeretnék nektek felolvasni. Kezdetként a Máté 24, 13-14. verse. A Viktor a hűségről beszélt. A hűség szinonimája az álhatatosságnak, szinonimája a kitartásnak, a hosszú távfutásnak, amire Isten elhívott bennünket. És ezt mondja ez az ige, de aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. És az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon. Bizonyságul minden népnek, és akkor jő el a vég. Ugye azt mondja az ige egy másik helyen, hogy háborúk hírét halljátok, de meg ne rettenjetek. Minden ezzel van tele. Háború van szinte mindenfelé a világban, körülöttünk. Nehézségek vannak. És azt mondja az ige, hogy az evangélium, az örömhír lesz hirdetve minden népnek, és csak akkor jön el a vég. És Isten a szívemre helyezte ezt a missziót 2018-ban, amikor kétszer is szólt hozzám. Én üzleti szférában dolgoztam azelőtt, és aztán a gyülekezeten belül a fiatalokkal foglalkoztunk, és vittük őket táboroztatni, és a tábor után olyan jó volt látni a megváltozott életeket, hogy megerősödtek a hitben, hogy lángot kaptak, és aztán visszamenve a munkahelyemre annyira üresnek éreztem azt, hogy egy gép előtt ülök, és csinálom a folyamatnak egy részét, és Isten egy másik alkalommal, amikor a felházra vittük őket, akkor pedig szólt hozzám, hogy akarsz-e többet? Akarsz-e többet belőlem? Akarsz-e közelebb jönni hozzám? Akarsz-e teljes idejű szolgálom lenni? És akkor azt mondtam, igen, Uram, akarom. És ott imádkoztak értem, és akkor már tudtam, hogy valami változás jön, és még nem tudtam azt, hogy hová fogok lépni, de azt tudtam, hogy ki fogok lépni. És Isten erre hív minket, hogy hitben lépjünk ki, higgyük el az ő ígéreteit. Még akkor is, amikor nem látszik, hogy hová fogunk lépni. És azt az ígéretet kaptam, hogy az Ézsaiás ígéből, hogy utat készítek a sivatagban, hogy inni adjak választott népemnek. És vizeket fakasztok, és olyan csodálatos volt ezt megtapasztalni, hogy én hallottam a Wycliffe munkájáról még 16 éves koromban, mert én Egerből származom, ahogy Viktor is mondta, és Egerből indult a Wycliffe irodája. És akkor még azt gondoltam, hogy ez a munka nagyon szép, de hát én ezt nem tudnám csinálni. És Istennek van humorérzéke, mert akkor 2018-ban eszembe juttatta a Wycliffe-et. És felhívtam a vezetőt, elmondtam a történetemet, és azt mondta, hogy képzeld el, imádkoztunk emberért, és te felhívtál. Szükségünk van emberre az aratásba, és te akkor hívtál fel, amikor ezért imádkoztunk. És Isten olyan csodálatosan összeilleszti a puzzle darabkákat, és a helyére teszi mindenkinek az életében. És akkor indult el az én utam a Wycliffe-nél, 2019-től, és azóta is szolgálok, és olyan csodálatos látni, amikor egy-egy népcsoport megkapja a Bibliát a saját anyanyelvén. És egy történetet hoztam nektek, amit szeretnék felolvasni, mert ugye múlt héten volt húsvét, és ennek kapcsán egy nagyon érdekes bizonyságot olvasnék fel. Egy brazíliai népcsoporthoz ment el egy misszionárius, és hogy milyen tapasztalatai voltak. Ott a törzsben beszélgették egymás között. Valaki biztos késsel támadt rá, és védekezés közben szerezte a lyukakat a kezén. Én úgy hallottam, hogy kivégezték, de nem fejbe dobták, ahogy nálunk szokás, hanem valami póznára lógatták fel tolvajokkal együtt, és ott hagyták meghalni. Jack, aki misszionáriusként már egy ideje a Canela nép között szolgált a brazil őserdő mélyén, tisztes távolságból követte a törzs véneinek beszélgetését.
Mint általában, most is azt remélte, hogy néhány újabb kifejezésre bukkan, amit majd felhasználhat a Biblia fordítás során. Most azonban egyre egyértelműbbé vált előtte, hogy a vének Jézus haláláról vitatkoztak. Torkában dobogó szívvel még nagyobbra nyitotta a fülét, és csendben azért fohászkodott, hogy Isten adjon neki lehetőséget az igazság megosztására. Várjatok! Intette hirtelen csendre a törzsfő a vitázó férfiakat. Itt van a mi kedves unokaöcsénk, aki a városban brazilokkal együtt dolgozott. Ő biztosan tudja, miért is tartják annyira különlegesnek ezt a hetet. Néhány pillanattal később Jack már Jézus életéről és haláláról mesélt a kanella vezetőknek, és elmondta, hogy a tanítványok mindenről pontos feljegyzést is készítettek. A férfiak így tanakodtak. Milyen jó lenne, ha még nem lenne, ha még meglennének ezek a könyvek, akkor magunk is elolvashatnánk, hogy mi az igazság. De mindez olyan rég történt, már biztos mind elveszett. Amúgy is olyan nyelven írták ezeket, amit mi nem értünk. Jack gyorsan hálát adott az újabb nyitott kapuért, és így folytatta. Valójában ezek a feljegyzések nem vesztek el, sőt, sok nyelvre lefordították már őket. Ezeket nevezzük Bibliának. Emlékeztek? Korábban már mondtam nektek, hogy én is azért jöttem közétek, hogy kanella nyelven is megszülessen ez a könyv. Épp a múlt héten készítettem el a Jézus haláláról szóló részt. A törzsfő és a vének meglepetten bámultak Jackre. Akkor miért ülsz itt csendben, hallgatva, ahogy ezek a vénemberek csak találgatják, hogy vajon mi lehet az igazság? Szaladj, hozd ide a könyvet, és olvasd fel nekünk. Hallani akarjuk az igazságot. Percekkel később a vének csoportja, ha bár írni, olvasni ekkor még nem tudtak, már a másolatokkal a kezükben feszült figyelemmel hallgatták Jézus szenvedésének és feltámadásának történetét az anyanyelvükön. Majd az erről készült hangfelvétel házról házra körbejárta az egész falut, eljutva a legifjabbakhoz is. Hallgatták napnyugta után, és még másnap is. Egészen addig, míg az elemek végleg le nem merültek a lejátszóban. Ez volt az első alkalom, amikor a Szentlélek kanella nyelven szólt. És sok-sok ilyen történet van még, olyan csodálatos bizonyságok, hogy hogyan változik meg az emberek élete akkor, amikor a saját anyanyelvükön olvashatják az igét. És mi magyarok annyira áldottak vagyunk, de ugyanakkor már megnyugodtunk, hogy, és természetesnek vesszük, hogy van Bibliánk. De ez kegyelem és áldás, hogy nekünk van magyar nyelvű Bibliánk, amit használhatunk, olvashatunk, forgathatunk mindenféle formátumban, telefonon, különböző fordításokban. És van olyan népcsoport, akinek még egyetlen sor sincs a Bibliából, akinek a számára a Biblia csak egy üres könyv. És ezért dolgozunk, ezért jött létre ez a misszió, amely John Wycliffe-ről kapta a nevét. John Wycliffe nevéhez fűződik az 1300-as években az első angol nyelvű Biblia lefordítása, és onnan indult el igazából ez a mozgalom. És az 1800-as években William Cameron Townsend, amerikai nyelvész, misszionárius, Guatemalában osztogatott spanyol nyelvű Bibliákat, az ottani törzs körében, és oda ment hozzá az egyik törzsi tag, és megkérdezte, hogy ha te Istened olyan nagy, ahogy te azt elmondod, akkor miért nem szól hozzánk a mi anyanyelvünkön? Miért spanyolul hozol Bibliát? Ezt mi nem tudjuk, nem tudunk vele mit kezdeni. És innen indult el ez az egész mozgalom. És akkor megnéznénk egy pár diát ezzel kapcsolatban. Tehát a Wycliffe törekvése, hogy a világon létező, minden használatban lévő nyelvre le legyen fordítva Isten szava, a Biblia. És a Wycliffe partner szervezetével együtt az SIL-lel kapott egy látást, amely a Vision 2025 nevet kapta, mely arról szól, hogy 2025-ös évre minden olyan nyelven le legyen fordítva Isten szava, amelyen még eddig nem kezdődött el. Tehát minden olyan nyelvre, amely használatban van, elinduljon Biblia fordítási projekt.
Úgyhogy az időnk már nem olyan sok, igazából egy év. És a magyarországi Wycliffe-nek a vállalása ebből, hogy 25 nagykövetet beállít. A nagykövetség arról szól, hogy a saját közegedben, a saját gyülekezetedben, a saját imacsoportodba viszed azokat az ima témákat, azokat a missziói híreket, amelyek aktuálisak a mai világban, és imádkoztok ezekért a dolgokért, mert az imának hatalmas ereje van. Vagy éppen mobilizálod a gyülekezetet a misszió szempontjából. Éppen tegnap volt egy ilyen orientációs alkalmunk, és nagy örömünkre szolgál, hogy már 18-nál tartunk. A 25-ből már 18 nagykövet beállt a szolgálatba országos szinten, nem csak innen Miskolcról. Dicsőség az Úrnak. És 25, bocsánat, még menjünk visszább. 25, még egyet. 25 támogatót, kulcstámogatót keresünk a projektjeinkhez, és 5 küldöttet. Hiszen nem mi küldünk, hanem Isten indít valakit a misszióba, mi pedig segítünk neki megtalálni a helyét. És akkor most mehetünk tovább. Mert hiszen sok könyv van, ami informál, de átformálni csak Isten szava, a Biblia képes az életünket. És nem csak a magyar szervezet létezik, hanem ez egy globális szövetség része, a Wycliffe. 107 szervezetünk van világszerte, és 19 szervezetünk van Európában, amely mind ezért a célért dolgozik, hogy az üzenetet mindenki értse. És vannak kapcsolódási pontok a Wycliffe-en belül. A magyar szervezet ezt a 4 felületet vállalta ezekből, hogy kapcsolatot tart a gyülekezetekkel, hiszen ez nem a mi munkánk, ez az eklézsiának a munkája. És akarjuk, hogy minél többen becsatlakozzanak ebbe a szolgálatba, akár imádságban, akár anyagi támogatásban, vagy ha Isten indít, akkor az indulásban segítsünk benneteket. Az imádság, amit említettem, hiszen minden misszió, és egyébként a keresztény élet is tele van kihívásokkal. Tele van támadásokkal, és nagyon fontos, hogy imában befedezzük egymást és a szolgálatokat. Az anyagi támogatás, vannak projektjeink, amikről majd később fogok beszélni, és küldünk támogatásokat kinti projektek megvalósítására. És a küldés, amiről beszéltem, amit nem mi teszünk, hanem Isten végez el. 25 éves idén a Wycliffe Magyarország, úgyhogy tervezünk majd október 5-én egy születésnapot tartani Budapesten, amire majd szeretettel hívunk benneteket is, majd mennek a hírek erről, hogyha közeledik. Tehát a Wycliffe egy külmissziós szervezet, egy globális szövetség része, felekezetközi, tehát teljesen mindenféle felekezetből vagyunk, és non-profit módon működik, tehát támogatásokból tartja fenn magát, egyházok, gyülekezetek és egyének támogatásából. Körülbelül 8 milliárd ember él a Földön, és mit gondoltok, hogy ebből hány használt nyelv van ma? Csak úgy tippeljetek, kérlek, egy pár tippet kérek. Kevés. Feljebb. Igen, köszönöm szépen, mutathatjuk a számot. 7396 nyelv van ma használatban, és mit gondoltok, hogy ebből hány teljes Biblia van kész? Természetesen vannak olyan nyelvek, ahol már megvan mondjuk az Új Szövetség, vagy bizonyos történetek, de nincs meg a teljes Biblia. Teljes Biblia mennyi lehet vajon? Mutathatjuk a számot. 744 teljes Biblia van. Azért ez megdöbbentő szám, nem? A 7000-hez képest. Igen. Úgyhogy az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Mehetünk tovább. Tehát körülbelül 1,5 milliárd ember él teljes Biblia nélkül 2024-ben.
Ez azt jelenti, hogy minden ötödik ember Biblia nélkül él. És ez elgondolkodtató, szerintem mehetünk tovább. És hogy hol a legnagyobb a szükség? Láthatjuk a számok alapján, hogy Ázsiában, vagyis Ázsia van az első helyen, ott 482 nyelven még nem indult el Biblia fordítási projekt. Aztán a következő Afrika, bocsánat, Óceánia, Afrika, Amerika és Európa. Tehát ez összesen 1216 nyelvet jelent, amelyen még egyáltalán nem indult el Biblia fordítási projekt. Mehetünk tovább, köszönöm. És szeretném egy pár mondatban bemutatni azokat a magyarokat, akik részt veszünk ebben a munkában. Itt láthatjátok, hogy a paletta elég széles. A bal oldalon találhatóak az irodai munkatársak, és itt pedig a külmissziós munkatársak, akiket egyenként be fogok mutatni. Mehetünk tovább. Greiser Miklós és Zsófia, ők egyébként református háttérrel rendelkeznek, a budapesti Pasaréti gyülekezet a küldő gyülekezetük, és a csendes óceáni Vanuatura hívta őket az Úr, ahol Biblia használat és oktatás területén szolgálnak családjukkal együtt. Emese és Rián Ferreira, ők pedig baptista háttérből származnak, ők is Budapestről indultak, már Emese, és most pedig az afrikai, zambiai Tokaleja projekten dolgoznak, tehát Emese Biblia fordítói konzulensként, és a Rián pedig a férje technikai háttérmunkában segíti őt. Garner Dávid és Sári, ők Sári szintén Budapestről indult el, és a férje pedig brit. Családjukkal együtt Romániába hívta őket az Úr, ott a standard romani fordításon dolgoznak. Sári is Biblia fordítói konzulensnek tanul most, illetve ezt a munkát végzik, és írás-olvasás oktatás területén is szolgálnak. Hiszen van olyan terület, ahol van Biblia, de az emberek nem tudják elolvasni. Horváth Ádám Magyarországon a magyar jelnyelvi Biblia fordítás területén szolgál. A jelnyelvek egyébként a másik legnagyobb szükség, több mint 300 jelnyelv van, és csak egyetlen egy teljes Biblia van kész jelnyelven, ez pedig az amerikai. Úgyhogy még ezen a területen is van munkánk. Mehetünk tovább. Ernst Kurdi Eszter és Andreas, ők pünkösdi háttérrel rendelkeznek. Eszter innen indult Kiskörösről, és Kamerunba hívta őket az Úr, menedzsment, oktatás és csapatépítés, ilyen csendes napokat szerveznek, illetve képzéseket szerveznek az afrikaiak számára. Mehetünk tovább. Komlosin és Sümegi Nóra pedig itthon Magyarországon a magyar nyelvű Biblia, a magyar nyelvű Beás cigány bibliafordítás területén szolgált, de vannak olyan nyelvek, képzeljétek el, amelyekről fel kellett ismernünk, hogy egyszerűen nem érdemes már tovább folytatni a fordítást, mert nincs ennek már létjogosultsága. Tehát a mi generációnk meg az idősebbek használják a nyelvet, a fiatalabb generáció már nem használja a nyelvet. Tehát van olyan nyelv, ahol azt kell, hogy mondjuk, hogy ez már nem érdemes arra, hogy a teljes Bibliát lefordítsuk. Természetesen akár hanganyagokat lehet számukra készíteni, de ez a Beás cigány fordítás például egy ilyen nyelv. És a Jó Család Indiában szolgál egy nemzetközi iskolában, András iskolaigazgatóként, Angi pedig tanárként. És az irodai csapat, lehet, hogy többen ismeritek Rob Martint, itt egy kicsit ki van takarva, de ő is Miskolcon él, a Deszka templomba járnak, és ő a pénzügyi
koordinátorunk, már ő is több mint 20 éve. Zentai Zsuzsa a projektekkel foglalkozik, és Csalók Evelin pedig a közösségi média felületeket kezeli. A látást azt megosztottam, ez egy fontos cél, ami előttünk van. És a Wycliffe-nek van egy központi igéje, a jelenések 7-9-10. Láttam íme nagy sokaság volt ott, minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből. A trón előtt és a bárány előtt álltak fehér ruhába öltözve, és hatalmas hangon kiáltották, az üdvösség a mi Istenünké. Ezért dolgozunk, ezért szolgálunk, hogy magasztalják a népek az Istent, és megismerjék őt, és átformálódjon az életük. És ahogy említettem, tehát három célt jelölt meg a Wycliffe Magyarország. Az egyik a 25 nagykövet, a másik a 25 kulcstámogató. És itt láthatjátok a projektjeinket, amelyek mellé lehet beállni, akár anyagi támogatásban. Afrikai munkatársak támogatása, audiovizuális projekt Kamerunban, frankofon képzési alap Afrikában, Lenakel Biblia használati projekt Vanuatun, a jelnyelvi projektek támogatása, a traumakezelés, mint új missziós ág, az iroda működése és a Vision 2025. És itt ezt nagyon-nagyon szeretem, ezt az ábrát. A megérett alma, az elkészült Biblia, azon a nyelven, amelyet az emberek a legjobban értenek. Az a munkának a gyümölcse. A fának az ágai, azok a kiküldött misszionáriusaink, akik kint vannak, és effektíve azon dolgoznak, hogy az emberek közelebb kerüljenek az evangéliumhoz. A fának a törzse, az itthoni csapat, az irodai csapat és az elnökség. Viszont a gyökérzet, amit látjátok, hogy ez a legnagyobb, azok ti vagytok, kedves gyülekezet. Hiszen az eklézsia nélkül nincsen, imádság nélkül nincsen misszió. És ennek mindenki részese. Isten mindenkit elhívott arra, hogy részese legyen az ő munkájának, az ő királyságának építésének. És az 1 Korintus 3:8 mondja, hogy aki ültet és aki öntöz, egyek, és mindegyik majd a maga jutalmát kapja a fáradozásához méltóan. És egy pár képet hoztam, hogyha megyünk tovább. Ezek aktuális képek, hiszen húsvét alkalmából netvár nyelven a múlt héten lett átadva az új szövetség, melynek tanúi voltak munkatársaink, a Greiser Miki van itt a háttérben, és hatalmas ünnepség volt, nagy-nagy öröm, a netvár nyelven is szól már Isten szava. És van még egy kép, azt nem hoztam el, de elmondom nektek, hogy hajón érkeztek a bibliák, és az egész nép ott áll a parton, és várják, hogy megérkezzen hozzájuk Isten szava. Csodálatos, amit ő végez. És hoztunk számotokra pár kiadványt, azt az alkalom után meg lehet tekinteni, ott ki vannak téve. Könyveket, naptárakat, imakártyákat, és bátorítalak benneteket, hogy valamilyen módon, ha Isten indít benneteket, kapcsolódjatok be a missziónkba. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Szuper, köszönjük szépen. Még itt a különlegesség között az is van, hogy a Magyarország iroda Miskolca költözött, úgyhogy itt, ha szeretnénk, vagy szeretnétek, vagy kapcsolódni, vagy itt van a törzs, jól mondom, a törzs nagyrészt Miskolcon van, és Martírokból biztos a Miért fesztiválokon már láttátok, aki mindig felmegy és elmondott valamit a Wycliffe Biblia fordító munkája kapcsán egy pár percet, minden évben hűségesen ő képviselte, és egyszer csak ide érkezett. Úgyhogy ha titeket ebben Isten indít, ahogy hallottátok, akkor itt vannak a kiadványok, itt vannak a testvéreink, lehet őket keresni, és akkor mi szeretnénk értetek imádkozni, jó? Hogy azt mondja a Biblia, hogy a ti fáradozásotok nem hiába való.
az Úrban. Hát csak ha belegondoltok például, hogy egy károli fordítás mit jelent nekünk magyaroknak. Figyelj, a kultúrát, az irodalmat, ami létezik, mindent átformált egy fordítás. És hogy valóban kinek kell ezt ma azokon a helyeken végezni, ahova segítséget kell nyújtani, azt ők jobban tudják én ebben. De ha te szeretnél ebben közreműködni, akkor itt vannak Ceciliái. Most is voltunk egy vezetői alkalmon tegnap, és a püspökünk felolvasott egy fantasztikus igét, mert szeretnék belőle szolgálni, mert kapcsolódik egy olyan igéhez, amit én kaptam korábban, és felolvasta, és nem értettem. Elolvastam a Károliba, és megértettem. Nem a Károliból olvasta. Figyelj, ami beívódik, az a sejtjeidbe marad. És nem csak a Károli fordítás jó, persze, de ahol nincs fordítás ott. És voltak olyan harcaim, küzdelmeim, amikor mindig volt presbitertársam, dicsőség az Úrnak, mindig jártam teológiára, voltak tanítóim, voltak jegyzeteim, de mindig volt az a pillanat, ahol csak az Isten beszéde emelt fel. Semmi más. Amellett persze kellett a presbitertársam, vagy éppen a házastársam, vagy a tanítóm, vagy a Derek Prince könyv, de van, amikor csak az Isten beszéde. Semmi más nem tudott megmenteni. Semmi más. Ami Istentől ikletett, akkor is a fordítják. Éppen egy vezetői konferencián voltunk tegnap, vagy a hétvégén, és együtt aludtam valakivel. Itt mondtam Gabrielának, hogy amit nem értünk és próbáljuk megmagyarázni másképp, az engem kiüt. Inkább azt mondom, hogy nem értem, de az Isten szava az él. És lehet, hogy nem értem, és lehet, hogy messze van. De amit megértek, az az enyém, amit Isten kijelent, az az enyém, amit titok, az az Úré, de az Isten ígéje örökké megmarad. Ez a lényeg. Alig aludtam. Abból nem lehet se elvenni, se hozzátenni, és ezért kell, hogy legyen. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy eljöttetek. Én voltam már az irodában, a törzsfőnél, és hogy Miskolcon vagytok, örülünk nektek, úgyhogy köszönjük, hogy el is jöttetek Viktornak, és nagyon jó az a Mikás üzenet, úgyhogy ma szeretnénk értetek imádkozni. Megteszitek, hogy kijöztök, és mi pedig felállunk, és utána még tudunk dicsőíteni, és ha van egy ige, vagy gondolat, vagy egy ima, akkor még azt is. Halleluja. Atyám, köszönjük neked minden gondodat, hogy ránk is gondot viseltél. Köszönjük neked, hogy népek, nemzetek fognak odaállni eléd, és te tudod ezeket az időket, hogy mire van még idő, mert az idő rövidre van szabva, hogy meddig tart még a kegyelmi idő, és hogy van ez a saját városunkban, hogy van ez a saját népünkben, hogy van ez a saját környezetünkben, és azt is, hogy kit hova küldesz. Köszönjük, hogy te adsz ilyen látomásokat, mint Pálnak a macedón férfiú. Te viszel el Ázsiából egy Lídiát Európába, és ott találkozik azzal a macedón férfiút látott Pállal és Lukáccsal. És te tudod ezeknek az útját, Uram. Mi imádkozunk Viktorért és Ceciliáért, legyen meg a te akaratod az ő missziójukban. Te törzs be a szükségeiket, te adjál látást, vezetést, munkatársakat, és legyenek ők áldottak. Megáldunk titeket az Istennek a szeretete, szava, védelme, gondoskodása legyen rajtatok minden munkatársatokkal együtt az Úr Jézus Krisztusnak a nevében. És köszönjük, hogy egy testnek lehetünk a részesei, és egy dologért munkálkodunk, hogy az evangélium hirdetessék minden népnek. Köszönjük, Uram, hogy nagy dolog az Magyarországon is, hogy nincs személyválogatás, hogy magyarok, vagy cigányok, vagy bárki más,
ugyanahoz a testhez tartozik. Köszönjük, hogy a hitben nem lehet személyválogatás, és kinek mit helyezel a szívére ebben a munkában. Ha imában, vagy bármi másban legyetek áldottak, az Úr Jézus nevében. Amen. Amen.